Üdvözlök mindenkit! Ma a Mirror MIDI Editingről lesz szó, ami egy viszonylag új funkció Pro Toolsban. Lássuk, mire jó ez. Igazából főleg loopok szerkesztésénél jó, vagy hogyha több ugyanolyan MIDI régiót teszünk bizonyos helyekre a dalban, akkor nagyon hasznos tud lenni. Ez a kis gomb kapcsolja itt, ez a Mirror MIDI Editing kapcsoló. Ugyanez megtalálható természetesen a MIDI editorban is itt. Lássuk, mit tesz ez. Tehát itt van egy nagyon egyszerű loop. Nézzük, ezt loopoljuk. Mondjuk 8-szor egymás után. Látjuk, megvan a loopunk. Nagyon jó. Dupla cut MIDI editor. És itt jön igazából a Mirror MIDI editing varázslata. És itt, hogyha az első hanggal csinálok bármit, tehát például itt húztam egyet, legyen egy tick is, akkor látjuk, az összes loopolt régión ugyanúgy keletkezett egy másik hang is. Ugyanezt most eltüntetem, látjuk, hogy mindenhonnan eltűnt. Ugyanezt történik, ha bármelyik paraméterét állítom az eredeti résznek, tehát mondjuk velocity-t állítok, és látjuk, hogy ott mozog a többi is. Hozzáadtam egy hangot, a többivel is jött, trimmelem, többivel is megy. Mégsem kell, vagy nem oda kell, bármit teszek vele, látjuk az összes erről másolt vagy loopolt régión működik a dolog. Még egy dolog, hogyha kikapcsolom közben a Mirror MIDI editinget, és közben editálok bármit, akkor az adott részen ott gyakorlatilag elvégződik az editálás, tehát utána hiába kapcsolom vissza, az a rész ki fog maradni, az a loopolt rész a Mirror MIDI editingből. Meg is mutatom, tehát ezt például elrébb húzom, látjuk, hogy mivel ki van kapcsolva, ezért sehol másot nem mozdult el semmi. Tehát így megváltozott a dolog. De most visszakapcsolom, az eredetén editálok, az összes többi mozogni fog, kivétel ez a második, amit editáltam közben. Tehát látjuk, mindenütt mozog, csak a második részen nem mozog. Ez akár paraméterek állításánál, akár amikor kompozíciót csinálunk, tehát bármikor nagyon hasznos tud lenni. Tehát ez Pro Toolsban a Mirror MIDI Editing.